Az államkötvény megvásárlásával a befektető egy előre meghatározott időre kölcsönt ad a kötvényt kibocsátó államnak. Az állam kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény lejártakor a teljes összeget és az előre meghatározott kamatot is visszafizeti. A Magyar Államkincstár az Államadósságkezelő Központ által forintban és devizában kibocsátott állampapírokat értékesíti. Az értékesítési pontok, illetve az állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatok bővítésével nem titkolt célunk a kincstár által nyújtott szolgáltatások megismertetése, illetve maga az államkötvény, illetve az állampapír népszerűsítése a meglévő és leendő ügyfelek között. Ezek az értékesítési pontok, illetve az ügyfélszolgálatok bővítése is ezt a célt szolgálja. A tavalyi évet 770 milliárd forint fölötti kezelt állománnyal zárta az államkincstár, az idei évben január végéig mintegy 50 milliárd forinttal nőtt ez az állomány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében január 31-ig több mint 23 milliárd forintot és 2,3 millió eurót meghaladó megtakarítás volt állampapírban, mondta el televíziunknak Kassai László, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának igazgatója. Három évvel ezelőtt nyitottunk Kisvárdán egy értékesítési pontot, tavaly előtt nyitottunk Mátészalkán egy újabb értékesítési pontot, és hát ezt a mai megnyitót, ezt egyébként decemberre gondoltuk, tehát úgy terveztük, hogy minden évben ütemesen nyitunk egy-egy értékesítési pontot, tehát ez a harmadik kihelyezett értékesítési pontunk. A három kihelyezett értékesítési ponton készpénzforgalom nincsen, viszont elektronikus fizetési eszköz lehetőségek vannak, ott vannak a terminálok, lehet használni. Kassai László kiemelte, az elektronikus értékesítés mellett az értékesítési pontokra azért van szükség, mert állampapírt csak azok vásárolhatnak, akiknek már van meglévő számlaszerződésük. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, az értékesítési pontok nyitásával a helyi és a határon túli magyarok előtt is egyszerűbbé vált az állami befektetések elérése. Én nagyon remélem, hogy életképes lesz ez az értékesítési pont. A térségben élők felfedezik azt, hogy a magyar állampapírba érdemes befektetni, és azokat a plusz jövedelmeket, ami reményeink szerint az új munkahelyek teremtésével is létesül, azt itt fogják elhelyezni. Ezzel Magyarország is jól fog járni, és a térségünk is. Nem különben pedig ugye Nyírbátor a vállai határátkelő hely miatt igen közel van Váciumhoz. Onnan is várjuk a befektetőket, és reményeink szerint az euró kötvények révén is jelentős haszonra tudnak majd szert tenni az ottani befektetők is. A nyírbátori értékesítési pontban a Magyar Államkincstár valamennyi szolgáltatása elérhető, így a város lakossága és a vállalkozói számára is javítja, illetve bővíti az elérhető szolgáltatásokat, hangsúlyozta Máté Antal. A megyében jelenleg Nyírbátorral együtt 4 ilyen értékesítési pont van, ami jelzi azt, hogy a város több szempontból gazdaságilag és társadalmilag is a térség egyik meghatározó szereplője, és nyilvánvalóan a másik nagyon fontos szempont, hogy igazolja azt, hogy a gazdaság a térségben erősödik, fizetőképes kereslet erősödik, és bízik abban a magyar állam is, nem csak a gazdasági szereplők, hogy itt a lakosságnak munkahelyei vannak, megtakarításai képződik, és ezekben az új programokban, amelyet az Államkincstár indított, ő is, tehát a lakosság is fog megtakarításokat kezdeményezni. A nyírbátori értékesítési pontban a Magyar Államkincstár munkatársai hetente 3 alkalommal, kedden, csütörtökön és pénteken várják az ügyfeleket.